Put your hands if you got this. Shake it up if you want this. Make it pop if you got this. Üdvözlök mindenkit, Kornél vagyok, ez pedig Terrarium szokás szerint, és hát egy kis Blood Moon beütött. Ez azonban most nekem nagyon kapóra jön, hogy mégis miért, azt mindjárt meg is mondom. Első, ilyenkor a fegyverkereskedő árul egy ilyen speciális golyót, aminek a neve Silver Bullet, hogy pontosan mit is jelent, azt nem nagyon tudom, hát. De ez egy töltényfajta. Dipponzita? Igen, gyűjtöttem némi arany, meg ilyesmiket. Na, miért ne? Ide a vasat. Ilyen chest. Nem. Na, akkor először is oda kell menni a fegyverkereskedőhöz. Tehát azt le kell hívni, bár ez megvan. Másodszor pedig Blood Moon-nak kell lennie. Ez egy nagyon fontos dolog. Blood Moon. És ugyebár ez kettővel többet sebez, mint a sima golyó. Még az kétszer annyiba is kerül, azt hiszem. Hát úgy majdnem kétszer, hát kétszer annyinál kicsit többe. Azonban megéri szerintem vele feltankolni, bár lehet, hogy ez csak az én véleményem. Ezeket majd használom olyan speciális harcokra. Azt hiszem van még pénzem valamelyre. Kéne lennie. Azt hiszem nincsen pénz. Ja, de van. Ohohoho, 17 pénz. Az én drága szágom. Ja, akkor gyorsan veszünk is tőle egy piggy bankot. Piggy bank. De inkább piggy bank! Jaj. Tarataa, shanalala piggy bank. Oh yeah. Na, akkor most jó sok golyót veszek. Mert ez csak egy Blood Moon-kor elérhető, vagy pedig ilyen chestekbe található. Azt hiszem arany chestekbe a dungeonbe. Legalábbis én eddig csak ott találtam így chesteken belül. De hát ezek a pénzvet elég szépen fogyasztja, de nem érdekel nagyon. Második lépés pedig egy növénnyel kapcsolatos, amiért most el fogok indulni. Az pedig a Deadfield. Jó van, kicsit. Amúgy igen, megérkezett a gépem, tettek bele egy új videókártyát, ami négyszer jobb, mint a régi. Nagyon örülök. És hát nem takarították ki teljesen, de lefutattak rajta ilyen vírusírtó programokat, meg ilyesmiket. Mondjuk szerintem nagyon nem volt rajta vírus. Volt egy, de az nem a videókártya problémát okozta, mivel akkor már letörölték, akkor futtattak rajta egy ilyen gyors kis filmet, tehát tudjátok, egy ilyen kis egyszerű videót is, annál ott beadta a unalmast. Szóval igenis a videókártyával volt ott a gond. Nagyon gyorsan oda kéne érni, mielőtt még a Blood Moon-nak vége. Kórú földre természetesen. Tastam lefele ez. Igen, ott mentem le nyersen jogokért. Egy ilyen felvetélyezve, ami elég szarra sikerült ezért, bocsánat kifejezésre, de nem tettem fel. Gondolom, hát is gondolkoztatok azon, hogy hogyan is lehet mondjuk abban a tűznövényből kinyerni magot, vagy a sivatagban megtalálható víznövényből. Hát ez ebben a részben majd meg is tudjátok. És azt is megtudjátok, hogy a halálvirágból, ami a kórú földön van, hogy is lehet. Most nem biztos, hogy halálvirág a neve, olyasmi van, dít, tehát halál. Deadfeed, hogyan lehet magokat kinyerni, na igen, ezt abban a Deadfeedből csak is Blood Moon-kor lehet magokat kinyerni. Látját, alapban nem kaptok, de most kap Deadfeed Seeds. Ez igenis, igenis jó. Férgecskeim. Jaj, barátaim! Blood Moon-kor egy kicsit formulok is már akkor. Van. Ez a Deadfeed sok helyen megtelepszik, szinte bármilyen kórú földes helyen. Még ide lent is, de most épp nem találtam. Akkor megyünk tovább.
Itt van még egy. Game videóimban is láthattátok, hogy már ide lent is találtam néha. Hopp. Ödik, mit akarok én itt? Hogy sívják azt a... Glow stick-et dobálgatni, hát igen. Elszoktam a Terrariától. Angry Birds, ezt nem. Igen, elárultam a Terrariát. Tudom, ez szomorú dolog is. És eléggé súlyos is. De az Angry Birds egy jó játék, az a lényeg. Bár ezt már szerintem ti is tudjátok. Elég egyszerű, de mégis számomra szórakoztató nagyon. Van, farmoljunk most egy kicsit. Darálunk. Ez még épp, hogy... Na, itt is volt Deadfeed. Itt vannak a Deadfeed magok. Tehát ezt is csak is Blood Moon-kor bírjátok kinyerni a növényből. Azt hiszem van egy másik eset is, de abban nem vagyok biztos annyira. Itt is van például, ott van a chestek, amiket kivettem. Ezeket most itt ledaráljuk szépen. Igen, nálam van az a teleportálós cucc. Nem. Majd következik majd egy kis vágás, hogy lemegyek a tűznövényes szintre. Azt hiszem, hoztam magammal. Igen, itt van obszidián. Szedtem némit. Most szerintem olyan ez a 9 deadfeed mag elég lesz egy időre. Úgyhogy gyerünk kis haza. Na, itt is vagyunk, és hát úgy tűnt, mintha most fordultam volna haza, pedig ez nem is igaz, mivel gyűjtöttem némi Firebrush-omat. Ez a tűznövény, mert lejártam az alvilágba. És kérdeztetjétek, hogy ezt láttuk. Hát akkor miért nem mutattam meg, hát innyegezi. Hát, hogy hogyan is lehet kinyerni a Firebrush-ommal ezt a Firebrush-om szidet, hogy elbírjuk ültetni? Egyszerű. Ugyebár van a Firebrush-om növény, ami el van ültetve, alsább blokkba. Rendben, megvárod, hogy megnő, oké. Okay. Tehát amíg... Tehát megvárod, mire le tudja adni azt a... Hát, hogy is fogalmazzak. Nem tudok rá szókat találni. Tehát ami, amikor már megadja a növényt. Igen, oké, okay, addig vársz, vársz, vársz. És lávába teszed a növényt. És lávába ütöd szét, tehát... A növény az lávába legyen, amikor szétütöd, és akkor adja a szédet. Waterleaf-fel ugyanígy van, tehát ezzel ittni. Csak ezt vízbe kell rakni. Au, baszki. Tehát eléggé egyszerű. Nem tudom, szerintem sokan nem nagyon ismerték ezt. Bár remélem, hogy hasznos információ számotokra. Ezt szerintem túl sokan azért nem ismerték ezt a trükköt. Magyarok körében legalábbis biztos, hogy kevesen ismerték, vagy nem is ismerték. Hát, ki tudja. A sima világok ugyebár normálisan megadják a seedet, de ez a kettő, a Waterleaf és a Fireblossom, ez nem ilyen speciális, ezek ilyen speckók. Ilyen speciálisak. Mert, hát itt voltam valószínűleg, mert itt van szétszaggatva. Hát igen, jó hosszú úton jöttem én itt lefele. Minden lóf, hogy itt felszedtem, hogy elnézem. Piránya. Az a barátom. Félig meddig. Hát arra mentem, mert ott van így leásva. Hát, hogy mégsem erre mentem, hát... Ezek a rejtélyek. Ösztönösen kéne ezt csinálni, nem úgy, hogy ízé, most hallgatok arra, hogy ott van fákját, akkor arra mentem, hát nem így kéne ezt, tehát ösztönbőke. Itt az egyik gombaföld. A másik meg ugye jelen pillanat víz alatt van. Azt hiszem az itt lévő. Igen, itt lesz egy... Azt a büdös Pinky. Merre van ez? Ott van.
Igen, elértem akkor. Hopp. Sokra mellett elhagytam, de már van a 90 aranyrúd. Azt... Na igen, itt van a víz alatti gomba föl, mert itt lecsapoltam jó pár vizet. Tehát ilyen víztartókamrát, mert minden ilyesmit lecsapoltam. Nem egyet, nem is kettőt, hanem kb. 5-6-ot. Ott fent azért vannak ilyen lyukszerűségek. Azért nem kéne kiengedni az egész tartályt. Így is teszünk, nem is engedjük ki. Oké. A láva megvan. Akkor gyors felportolunk. Mindjárt csak itt rendezkedem. Itthon is vagyunk. Rendben, oké. Gyors billentyűke minden jó helyen van. Hoztam magammal lávát a kis hed bemutatásához. Először is végtelen hülye vagyok már. Hát nem végtelen lávát, de egy lávából több lávát kéne csinálni. Ez erre a legegyszerűbb módszer. Mindkét oldalra töltődik, annyira egyből kibírjunk venni. Van egy másik megoldás is. Ez pedig az, hogy egy tartályt hozunk létre, úgymond. Baszki, anyusz megölte magát. Azt az öngyilkos merénylő fajtáját neki. Erről itt egy olyan jó, nincsen besüppedve semmi, meg nincsen aláásva. Na, itt mondjuk. Ez lesz akkor egy ilyen lávatároló. Majd természetesen a végtelen lávát is bemutatom. Hát, mindegy, majd ha kíváncsiak lesztek rá, akkor bemutatom. Kommentbe írjátok meg, hogy bemutassam a következő részbe a végtelen lávát, hogy hogyan kell megcsinálni. Tehát az, hogy tényleg végtelen, tehát nem úgy, hogy jó, újra töltögeted, hanem egyszerűen végtelen. Ezt meg is mutatom majd, ha akarjátok. És egyelőre ilyen töltögetős módszernél maradok most egy picit. A végtelen lávához kicsit sok munka kell. Majd ez lefolyik. Ó, az elcsesztem. Au. Ijjajjaj. Pont nem jó helyen van itt a láva. Rendben, de hát vigyázni kell, hogy ne is túl hamar, de ne is túl későn vegyük fel a lávát. Például én most itt nagyon cseszegetem elfele. Anyát, mit csinálját? Csak a vízzel kell gyorsabban, ez lávánál eléggé rizikós ez az egész újra töltős dolog. Hát, mind látjátok ezért. Na jó, maradok a másik módszerné. Vagy nem is, kombinálom a kettőt. Én, jó. Azt veszik, gyors. Ledarálunk mindennék, hazamegyünk. Na ismételten itt vagyok, és hát igen, meg is csináltam gyorsan a tűznövényformat. Itt láthatjátok, ott van benne az egyet nagy picike tűznövény. Akkor eljöttünk még egyet. Semmi baj nem lesz a lávához, csak jót tesz neki, mivel megkapjuk a magokat. Szerintem már egy kicsit döntő. Egy kis obszidián termelés. Hoppáré. Az eddig már ilyen kicsi láva is mennyi obszidián termel. Ez azért nem semmi. Oké, jó. Hát szerintem ez a rész ennyi lett volna a waterleaf-et, tehát az a... amit a sivatagban lett, talán az a növénye ugyanígy kell csinálni, csak azt éppenséggel vízbe kell tenni, nem lávában. Köszönöm a figyelmet. Ennyi lett volna ez a rész.
következő részben találkozunk, akkor írjátok meg, hogy benne legyen-e a végtelen láva, vagy esetleg akarjátok a végtelen obszidián generátort is. Mondjuk az meg csak végtelen víz kell. Itt ugye bár nem úgy van, mint a Minecraft-ban, hogy sit sutsz, és akkor minden megvan. Erre kéne gyűjteni. Rendben, minden megvan, ami kell. És inkább a rész végére egy kis szórakozás. Hihi! Ó, bassz meg! Rendben, vágunk egy kis fát. Ez mennyi sebzett, halljátok, ez jó sokat. Jól láttam, hogy igen, 190 sebzett. Na az azért, az már elgondolkodtató. Ezt ide berakjuk, rendben, most már minden visszaállt a rendes helyébe. Akkor ez a rész ennyi lett volna. És hát, amit mondom, érdemelj kommentben, hogy mi legyen. Tehát a következő részben találkozunk, addig is. Sziasztok!